Üdvözlöm minden kedves nézőmet, én Ricsi vagyok, és itt lennék egy újabb videóval, amiben ma megmutatom PC-n, hogy kell konvertálni. Na szóval, először is válasszuk ki az adott tételt, amit leszeretnétek konvertálni, mondjuk jelen esetben valami járgány legyen, mozdony per akármi, várjatok. Kár, hogy ez a kerékpár szállító kocsi már nincs kint. Mindegy. Mondjuk megnézzük, hogy ki van a mélybe. Nem hiszem. Na igen, most belép a fájlok közé. Miért ilyen lassú ez a szutyok? Várjatok egy pillanatot. Na, itt is vagyok, csak előszedtem az állványomat. Na, akkor kiválasztunk egy tételt, innen a letöltésekből mondjuk legyen ez a BHV pak. Alig van két csíkon a wifi, de ez még olyan lassú, hogy én soha nem fog betölteni, ez is biztos. Na. Itt van. Megfogjuk. Letöltés. Ugye ideig mindenki ismeri, hogyan kül. Addig megnyitjuk a Content Manager-t a Trinitz 2012-ből, mert ugye csak abból érvényes, hogyha konvertálsz Androidhoz. Tűdj már befelé te. Fekete AirPods. Tartója az most töltődik. Onnan nem válaszol. Mi a fasz? Elkapog, én mindjárt leszakad a tető is, basz meg úgy. Ez itt a Content Manager, ezt külön kell kiszedni a Trinitz fájlokból, ez meg a Trinitz 2012. Ezt egyelőre még nem használom, még nem is fogom egy darabig, még nem lesz új laptopom. Mert úgy lagol, mint a kurva élet, mert bocsánat ezért. Na mindegy, tegyük fel, ki van választva a tétel? Na. Belépsz Content Managerbe. Nyitódj már meg! Szutykot kapt. Még nem szutyok, mert elég jó kis laptop. Fényellenállás level 5000. Nyisd már meg azt a kurva content manager-t, légy szíves! Itt, ahogy látszik, BHV mosóvédő. Az csak annyi, hogy ugyanilyen sima BHV. Csak rá van írva, hogy mosóvédő is sokkal lilább. És kékebb. Na igen. Na végre. Remélem megnyitott a 10.000 tételben. Majd ebből van kettő.
anyját. Na szóval, belépsz Content Managerbe. Már egy kicsit hátrébb húzom, hogy látszódjon minden teljesen. Itt vagy a Content Manager. És per pillanat nekem, ami most le van konvertálva, az ilyen busz projekt trolléval, meg ilyenek, tudjátok. Ne kúrjál föl! Akkor megint várunk. Na végre. Na igen. Nekem ez most így tele van baszva. A lényeg az, hogy itt kell, hogy legyetek a locally modifiedben. Várjatok, kitörlöm innen az összeset. Ugye a konvertálás az nem egy ördög, meg lehet tanulni. Lényeg az, hogy ki kell várni, míg az utolsó kis kék kockát is kiteszi ide. És akkor kitörle az összeset végül is. Hát ugye jobb klik, select all, delete, és kész. Már nincs is itt semmi, látjátok. Na, akkor ahogy kezdődik a konvertálás. Először is megfogod, és belépsz ide a file-be. Ott van. Import CDP. És befogadni egy ilyen kis négyzetet ide. Hogy ezen a gépen, pendrive-on, vagy akármiről le tudjad szedni konkrétan. Nekem valamiért állandóan a dokumentumot adja be, de most megfogod, itt ezzel tudsz visszamenni abból a fájlból, úgy. Na és igen, hogyha visszaléptél, ugye ki adja ez a gép, és akkor itt van képek, asztal, stb. 3D objektumok. De nekünk most a letöltés kell, mert ugye alapból mindenki onnan szokta lekonvertálni. És akkor kiválasztod innen az adott tételt, amit leszeretnél ugye konvertálni. Pár pillanat, most legyen... Mit tudom én mondjuk... Várjatok... Mit gyorsan lekonvertálni. Na, mondjuk a... HMAV 431.010-es. Ugye itt van megnyitás. Közben beköszöntött nekünk egy légy. Várjatok, már megint művészkedik a laptop. Ezt innen kiszedjük. Hát és igen, itt van C user Downloads HMAV 431.010 CDP. Hát és ugye ezt szépen kibontogatja. Várjatok. Hát és ugye jelenleg nekem ez a Silly, ugye egy tétel csak, ehhez nem jár Depanisys se semmi. Ugye tudjátok, van az OPG pak. Na, ugye azzal együtt vannak a fájlok, úgymond, szóval, hogyha beteszed egy olyan helyre, ahova lekonvertáltad alapból az OPG pakot, és ezt hozzárakod, akkor már alapból lesz egy másik szilid végül is. Meg majd lesz külön róla szó, hogy hogyan tudod kijavítani a hibákat, meg ilyesmi. Például van olyan, hogy missing dependencies. Például ehhez a hozzávalókat kéne megtalálni, és most ehhez a szilihez egyelőre nincsen semmi hozzávaló, úgymond. Csak hogyha lekonvertálnám az OPG pakot, ami megint egy nap, amire ezt megcsinálja.
Mert látjátok, most is baszakszik, már mióta ülünk itt? Nem tudom. Megnézzük. Addig, hogy nem unatkozzatok, addig mesélek egy pár szót a átfestésről, úgymond, meg a hozzátartozó textúrákról. Például tegyük fel, át szeretnétek festeni valamit. Mivel kezded azt, hogy ugye a jármű úgymond ugyanúgy néz ki mindenhol, a két oldala is ugyanaz, meg a két vége. Én átfestéseknél mindig azt szoktam csinálni, hogy beszámozom és különféle színekkel rakom ki a vagont, illetve mozdonyt. Beszámozom, beteszem a játékba, megnézem milyen a textúrája, hol van az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es textúra rész. És akkor fontos, hogy azt vedd ugye észre, hogy, és ne észre, hanem azt vedd figyelembe, hogy úgy kell lefesteni. Például, hogyha mondjuk csinálsz egy graffitis kocsit, aminek csak az egyik vége graffitis, a másik nem. Ez például ezzel a tökéletes átszámozással meg lehet csinálni, meg hát igen. Utána lefested. De viszont, hogyha van egy elcsúszott textúrád, ahhoz is vannak ilyen képszerkesztők, úgymond, a laptophoz, ha egy elcsúszott képet megszerkesztesz, egyenesbe hozod, akkor simán rá tudod szerkeszteni a kocsira is, de a lényeg az, hogy itt mindig a kocsi ablakoknál húzzátok ugye össze, mert akkor nem látszódik teljesen a textúra, vagy hogy az ablak hogy nézett ki előtte. Például a torzítóval. Meg igazából, hogyha megnézed, például szedsz internetről egy logót. Mit tudom én, mondjuk leszed egy Google-ről a MÁV Start logót. És nincs olyan kocsid, vagyis van olyan kocsid, amin nincs logó, és ezt rátennéd. Akkor az első az, hogy ugye kiavítod a logót, meg utána megnézed, hogy tudnád rászerkeszteni, és akkor ezt a színt hozzáadni ugye a kocsihoz. Így le tud lefesteni az egészet. Na, de viszont erről ennyit. Na viszont, itt a konvertálásunk. Ugye jobb klikkel kijelölöd. Na, itt van jobb klik. Ugye itt látod, hol van locally modified true. Le tudod menteni, vagy tisztítani, vagy akármi. Itt látod a képet, ami úgymond az itemnél van. És ha följebb jössz, akkor itt írja, hogy HMAV 430.010-es, akkor itt van, hogy Vive profil. Itt van item one of one selected. Ugye egy itemből kiválasztottunk egyet. Na szóval, itt viszont ilyen frissítéseket lehet hozzáadni. Az archiver üres, és itt van a pickup list. Amit per pillanat most nem tudom, hogy mi. Akkor itt van, hogy open for edit, ugye ezt nekünk meg kell csinálni. Itt van. Ugye, ha több itemről van szó, akkor select all, és akkor kijössz ide oldalra, edit. Ide. Ilyenkor nekem elcsúszik mindig. Na, itt van open for edit, kijelölöd. Én most per pillanat nem tudom kijelölni. Aha, de most. Na, itt van. Edit, open for edit, beadja ezt. Ha betölti, akkor kin lesz a fájlok között, meg is nyitjuk akkor a fájlokat. Hát, és a Trains 2012-ben az editingnél jelenik meg ugye a jármű a játékba. És nem a játékba, hanem játékon kívül, hogy ugye át tud vinni Androidra.
Például ez mondjuk Missing the Pines, hogyha megnézed, itt van. Szóval, hogyha most átjönnék ide, akkor egyből látnám, hogy nincsenek még itt a hozzávaló dolgok. Mivel én viszont most nem nagyon transzandroidozok, sőt most nem is per pillanat. Ezért nem is nagyon konvertálok mostanában, ezt azért nézzétek el nekem, mert eleget transzoztam úgymond, már jó, nem lehet megunni a játékot, de azért rá voltam kattanva eléggé. Szóval jobb is, hogy most egy ilyen kis szünetet tartok ellenébe. Na. Közben ez is betöltődött, addig ezt tüntetjük. Na például, itt van minden, ami nekem nincs meg a hozzávalója. Minden missing the pines. Például sorompók, meg hasonlók. Na, például nekünk most itt van ez a... Szili. Ugye a modifednél meg tudod nézni, például. Júj, már máshol vagyunk. Na mindegy. A lényeg az, hogy ugye elméletileg most... Igen. Akkor most átmegyünk a fájlok közé. Nekem, meg mindenkinek úgymond a C-lemezen kell rajta legyen a játéknak. Itt van. Train Simulator 2012. Arra elkattintasz. Itt kiad egy csomó fasságot, igazából. User data kell nekünk. És itt van editing. Látjátok, már itt is van a járgány. Megnyitod. És akkor ugye látod is a dolgokat, hogy mi van benne. Ez például rajta van az 1092-es szilin. Na de viszont, hogyha content manager-t akartok, akkor beléptek a bin-be. És... itt van egy csomó Microsoftos meg hasonló dolog. Na, menjünk lejjebb egy picivel. Itt van például a content manager. Én ezt leraktam ide a tálcára, úgymond. És itt van a Trains Launcher is. Kicsit lejjebb nektek. Trains Launcher, ugye ami bedob a játékba alapból. Na és például itt a Trains Excel, Trains Diagnosztika, akkor Crash Report, Trains Antilexel. Igazából nekünk ezekből csak a Content Manager kell, hogy tudjunk konvertálni. Na és ennyi lenne ez a konvertálás, nem egy ördöngős dolog. Majd lesz külön róla videó, hogy kell kijavítani a dolgokat, hogy például, hogy lesz átfestés, meg ilyenek. Na de viszont ez egy későbbi téma. Köszönöm, hogy velem voltatok. Sziasztok!